két AVIA töltőállomást üzemeltetünk itt a régióban, 2012 óta Hosszúhetényben és 2015-ben Siklóson is nyitottunk a hálózatba egy AVIA kutat. Az üzemanyagaink azok döntően külföldi relációból érkeznek, és az AVIA adalékait használjuk, a lefejtés előtt kerülnek be az adalékok mind a három üzemanyagban. Ugye 100-as üzemanyagot forgalmazunk, 95-öst és dízel üzemanyagokat. Van egy további motor üzemanyagunk is, az LPG. Az LPG ugye ez egy motorikus üzemhajtógáza, mindemellett egy nagyon jó hajtóanyag lenne. Lényegesen olcsóbb, mint a benzin. Némileg többet fogyaszt tőle az autó, de semmilyen más káros motorüzemi hatása nincsen az LPG-nek. Sajnos mégis nagyon kevesen használják, de nálunk elérhető. 2017-ben telepítésre került az egyállásos önkiszolgáló erre autómosónk, amely mellé későbbiekben tettünk egy egyállásos porszívót. Mind a kettő egy nagy teljesítményű porszerű technológia, nagyon kíméletes és hatékony tisztítást tesz lehetővé a közúti szennyeződések eltávolítására, kiválóan alkalmas ez a technológia. Olajos alkatrészeket vagy extrém módon sáros autók lemosását, ugye ez a technológia nem tudja kezelni, a technológiát ugye arra kell használni, amire azt a gyártó tervezte. Történt ugye ez a beruházásunk, azóta gyakorlatilag a töltőállomás a most látható kialakításában és módjában működik. Stabilan, kiszámíthatóan, nyilván a hatósági előírásokat mi minden esetben betartjuk, ezeket gyakran ellenőrzik is. Az üzemanyag töltőállomáson az ügyfeleink megszokták, ismerik és szeretik, hogy egy jól felszerelt shopot és mellette egy nyilvános teraszt üzemeltetünk a szokásos nyitvatartási időben. Ez annyit jelent, hogy nyáron reggel 6 órakor nyitunk és este 9 órakor zárunk. Téli időszakban pedig egy kicsit rövidítettünk a nyitvatartási időnken, ott szintén reggel 6 órakor nyitunk, de este 8 órakor bezárunk, tehát ebben a nyitvatartási időben várjuk a vásárlóinkat. Ünnepi nyitvatartásaink ettől el szoktak térni, de ez jellemzően csak a karácsony és a szilveszter újévi napokat érinti, de ezeket mindig időben publikáljuk. Ebben a krízis időszakban most lassan odaérkezünk, hogy a beszerzési árunk magasabb lesz, mint az eladási árunk, ugye az ársapka, és ez egy olyan helyzetet teremt, ami egy teljesen abszurd. Magyarországi családi kisvállalkozások mondjuk 100 számra csődhelyzetbe kerülhetnek. Nyilván teljesen egyértelműen látszódik, hogy az üzemanyag töltőállomások működése a tulajdonosok gazdasági erején, megtakarításain és döntésein múlik. Ha a gazdaságosságot nézzük, akkor napokon belül be kellene zárni. De nézzünk mást is. Mi az, amit nézünk? Azt nézzük, hogy nekünk van egy vásárlókörünk, egy ügyfélkörünk, hosszúhetényi polgárok, vállalkozások, környékbeli vállalkozások, emberek, meg mindazok, akik ide betérnek hozzánk. Ezt a vásárlói, vevői kört, aki minket már ismert, egyszer vagy többször használt üzemanyag töltőállomást, őket elveszíteni ugye nem szeretnénk, sem a vásárlóinkat, sem a személyzetünket. Ezeket szeretnénk megőrizni. A valóság olyannyira valóság, ugye, mint tudjuk, a héten Tolna megyében, Bogyiszlón, Őcsényben, Szedresben zárta be az Andromeda Kft. A kútjait, de több másokról is tudunk, 50 kút Magyarországon már most korlátozza az üzemanyagok egyszer elvihető mennyiségét, hát pontosan azért, hogy a literenkénti veszteségekkel minimalizálják a veszteség működésüket. Mi kiskereskedők vagyunk, csak szintisztán. Ezért minket máshogy érint ez a krízis.
3 hónapja már benne is vagyunk. Ez a további 3 hónap úgy tűnik, ez lesz az igazán kemény. Várjuk az ügyfeleinket mindenféle mennyiségi korlátozás nélkül ezen a töltőállomáson, a szokásos nyitvatartási időben az üzemanyagokhoz hozzáférhetnek.